A Bioétel és Borfesztivál sajnos esővel ért véget szeptember 17-én vasárnap, így az eredmények kihirdetésére és a fesztivál élményeinek összegzésére sem került sor. Máté Lajos főszervező most teszi ezt meg, a vele készült beszélgetés következik. A 15. alkalommal megrendezett fesztivál még mindig népszerű, sokan kilátogattak, érdeklődtek. Én azt gondolom, hogy alapvetően elégedettek lehetünk a szabadszolói gasztrofesztiválokkal, és a biofesztivál az valahogy mindig különleges ki is lógott a sorból. Ez volt egyrészt az első annak idején, és hát ezt mindig valamiféle misztikum övezi itt a bioételek és a különleges borok kapcsán. Szakmai zsűri döntése alapján lett kiválasztva a fesztivál étele. Minden kitelepülő, aki ebbe a versenybe benevezett, 2-3 étellel nevezhetett be. Volt, aki csak egyet nevezett, volt, aki nem bízott ennyire magában, és 3 étel is volt a kóstoló asztalon. Ebből sikerült aztán kiválasztani a fesztivál étele első, második és harmadik díjat, és hogyha ezt már mondhatom, akkor el is mondanám, hogy az idén a fesztivál ételedíjat a Füstölt Busa nyerte, amit a Mátyás király gyógyszálloda hozott ide ki a fesztiválra, és ez azért is volt különleges, mert erre az alkalomra ők egy házi füstölőt is készítettek, tehát maguk füstölték a halat. A második díjat a toros káposzta nyerte, amelyet a Lorena étterem hozott ide, főzött meg nekünk. Ez tényleg annyira jól sikerült, ezt én is megkóstoltam, hogy büszkén vállalhatja a második díjat. A harmadik pedig talán nem meglepő módon a szatmárcsekei kitelepülő csapatnak a kukorica máléval töltött káposztája lett, ami hát ezen a vidéken tényleg érdekes. Gyakorlatilag ugyanúgy készül, mint egy hagyományos töltött káposzta, csak a rizs helyett kukoricadarával. Mely lett a legszebb stand a döntés értelmében? A legszebb stand a Lorena étterem standja lett az idén, a második a Viktória étterem, és a harmadik díjat pedig a szatmárcsekélyek nyerték. Őket azért is hívom minden évben, mert az, amit ők itt megvalósítanak, hogy gyakorlatilag hagyományos módon főzik a szilva lekvárt, ezt itt szintén ezen a vidéken nem nagyon tapasztaljuk meg. Emellett népviseletben voltak öltözve a csapattagok, és hát a standot is nagyon szépen dekorálták. És akkor egy másik nagyon fontos dolog az étel mellett, a bor. Mely borok nyerték el a zsűri tetszését? Igen, a boroknál mindig nehézségek ütköznek össze, mert ugye nagyon nehéz össze hasonlítani egy fehér bort egy desszertborral, egy vörös bort egy rozéval, mert eltérő a jellegzetességük, és eltérő az is, amit be kell tölteniük a gasztronómia asztalán. Fehérboros kategóriában 2016-os sárga muskatája nyert a Sajgó pincészetnek Tolcsváról, ami egy nagyon jellegzetes tokai ital, a finom stílusjegyekkel. A rozé kategóriában a Maul pincészet villányból nyert a Servus Fantázia nevű rozé küvéjével, ez egyébként rozé versenyeken is nyert már az idén. Ez egy természetesen egyéves, tehát 2016-os rozé. A vörösborok közül szintén a Maul pincészet nyert, ami nem meglepő, hisz májusban ez a bor már a szegedi bor karneválon már nyert. Ez pedig a Latour Fantázia nevű bor, ami tulajdonképpen egy Cabernet Franc. Ebből a 2012-es évjárat az, ami ide került hozzánk, és hát a zsűri egyöntetű véleménye volt, hogy ez a legjobb bor a fesztiválon. Az édesborok közül a Patricius borház, amelyik a fesztivál díszvendége volt, hozta ki ide a fesztiválra 2013-as katinkáját, ami szintén egy küvé, sárga muskotáj és furmint stílusjegyeket ötvöz, és hát nagyon közkedvelt, finom ízvilágú bor. Gyümölcsbor kategóriában pedig az Eper borok vitték a prímet, itt az Epermester pincészet Tahitót faluból az Epermész című, egy elnevezésű borával nyert. És hát ahogy mondtam, ebből kellett végül a fesztivál borát
kiválasztani, és így a magpincészet Lator elnevezésű Cabernet Franc-ja nyert az idén a 15. Bioételés Borfesztiválon. A biomegfelelés díját is kiosztották a szakemberek. A sétánykávézó és palacsintázó 100%-os megfeleléssel nyerte a díjat, második a Lorena, harmadik a Hungaroszpa Termál Hotel lett. Mint mindenben, itt is nagyon fontos egy fesztivál szervezésnél a megújulás. Van-e már ötlet, koncepció arra, hogy esetleg nyilván nem lehet ezt alapjaiban megváltoztatni, hiszen ez így jó, ahogy van, ennek ez a tradíciója, de hogy valami kis újítást becsempészni esetleg jövőre. Van erre igény egyáltalán, és lesz-e valamilyen? Én azt veszem észre, hogy ugye, ha igazán hűek akarunk maradni a témához, akkor olyan nagyon nagy dolgokat nem tudunk zászlóra tűzni, mert az is egyébként nagy eredmény, hogy olyan körülmények között, ahogy most a biotermelés kinéz Magyarországon, egyáltalán össze tudunk egy választékot itt állítani, mert azért ezt a vendégek nem látják, vagy nem tudhatják, de például a Hortobágyon ma már nem biominősítettek a húsok, feladták a biominősítést, és például biominősített csirkéhez jutni Magyarországon ma egy külön kálvária, és olyan áron lehet hozzájutni, amiből eladható terméket nem lehet készíteni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy mindig van új, most is volt új, a borászok között már külföldről is jött borász, Lendváról, egy szlovén borász, aki biobort hozott ide, most biopálinka is volt már a fesztiválon, tehát lehet ezt kiterjeszteni, illetve ahogy most is volt színpadon élő munka, ezt a jövő évben egy picit ebbe az irányba is szeretnénk elmozdulni. Nem akarjuk feladni a szórakoztató mi voltát a rendezvénynek, de lehet, hogy szakmai irányba is egy picit több programot kell majd beilleszteni a programsorozatba. A nyerteseknek ezúton gratulálunk! Mindenkit szeretettel várnak a szervezők az októberi szüreti mulatságra.